élni és alkotni. Kötelességünk a középosztály érdekeinek képviselete, az adózók védelme. Ideje lenne végre a döntéshozóknak az ő érdekeiket is méltányolni. Elég volt a megszorításból. Sokan nem bírják már, nagyon sokan nem bírják már a terheket. Kötelességünk a tisztességes piacgazdaság segítése, hiszen mi konzervatívok jól tudjuk, sem kádári nosztalgiával, sem populizmussal nem lehet versenyképes európai Magyarországot építeni. Kötelességünk minden mozgósítható energiánkat a korrupció elleni harcba fektetni, hiszen Magyarország mindaddig egy lépés nem tud előrébb haladni, amíg súlyos 100 milliárdok kerülnek közpénzből illetéktelen kezekbe. Mindezekhez egy történelmi lehetőség is társul. A nemzetnek ugyanis felelős, kiszámítható és végre józan politikára van szüksége. Mi középosztálybeliek, mi adófizető pártja, mi konzervatívok, meg kell, hogy mutassuk, tudunk jobban. Tisztelt kongresszus, kedves küldöttek! A Magyar Demokrata Fórum politikája 4 pillérre épül. A középosztályt erősítő, konzervatív nemzetpolitikára, a növekedést garantáló szabad elvű gazdaságpolitikára, a korrupció felszámolására és a fenntartható fejlődés szem előtt tartó zöld politikára. A helyzet drámai. A világban pénzügyi válság van és recesszió fenyeget, a magyar gazdaság egy helyben toporog. Az állam igazságtalan és elviselhetetlen adókat vet ki, elvonási politikájának fő célpontja a középosztály. Bevételeinek nagy részét pedig pazarló, alacsony hatékonyságú és már középtávon is fenntarthatatlan állami rendszerekbe pumpálja, és ha körbenézünk, azt látjuk, hogy Európában mi fizetjük a legtöbb adót, és cserébe mi kapjuk a legkevesebb szolgáltatást, vagy rossz színvonalú szolgáltatást az államtól. A kormány jövő évi adótörvény javaslata még viccnek is rossz. Ezt a Magyar Demokrata Fórum biztos, hogy nem fogja megszavazni. De lenne lehetőség arra, barátaim, hogy a parlamentben a többség, az új többség, az ellenzéki új többség valódi adóreformot, valódi új adótörvényeket kényszerítsen a tehetetlen kormányra, és ezzel elindíthatja a kormány egy kényszerpályán, vagy lemondásra kényszeríti. És ez nem kormányzás, kérem szépen. Néhány sarkalatos, fontos törvénynek a megalkotásához megvan ma az ellenzéki többség a parlamentben. A Magyar Demokrata Fórum ezért kezdeményezte, hogy az ellenzéki pártok alkossanak közösen meg egy-két olyan fontos törvény, amely vagy kényszerpályára állítja a kormányt, vagy pedig távozik, ha nem hajtja végre az országgyűlés által záró feladatot. Látszólag az ellenzéki pártok között egyetértés alakult ki az elmúlt években az adócsökkentés, az egykulcsos adó szükségességében is. Ám az elmúlt hónapok egyeztetései kiderült, ma egyedül a Magyar Demokrata Fórum akar valódi adócsökkentés. Egyszerűbb és átláthatóbb adórendszer. A többi ellenzéki politikus csak addig szereti a reformot, amíg választási kampány van, vagy ameddig tévékamerát lát. Amikor a lehetőség, az elvi parlamenti többség adódna, akkor pedig kibújik a szög a zsákból. Abban a pillanatban egyedül állunk mi az adócsökkentési törvényi szabályozás mellett, magyar demokraták. Amikor letettük az asztalra a Nemzeti Adószabadság programot, bebizonyítottuk, hogy tudunk jobbat a többi párt által kínált kardozásnál. És emellett a program mellett be lehet bizonyítani, és be lehetett bizonyítani, hogy közös nevezőre hozható a magyar gazdasági élet, és közös nevezőre lehetne hozni a politikai életet is, hiszen csak végig kell olvasni a Fidesznek a gazdasági konzultáció után kiadott anyagát, az SZDSZ-nek a 2006-os választási programját, azonban mégis állunk egy helyben.
Barátaim, ma a középosztály fizeti a szociális ellátórendszer költségeit is. Ezen a területen is világossá kell tennünk konzervatív álláspontunkat. A segély nem könyöradomány, és nem is olyan valami, ami csak jár alanyi jogon. A szociális ellátórendszerben ma égbe kiáltó igazságtalanságok vannak. Egy beteg gyermekét egyedül nevelő anya alig kap több támogatást, mint egy egészséges, munkára képes férfi, aki elhívta a munkanélküli segélyt. A konzervatív politika a munkáért segély elvet követi. Hirdetjük, idestova, 4 éve, hogy ennek prioritás, elsőbséget kell adni ma a parlamenti munkában. Mert aki munkaképes, az dolgozzon. Ha nem tud munkahelyhez jutni, akkor végezzen a közösség számára hasznos munkát, legyen az karitatív, jószolgálati, városépítő, faluépítő vagy bármi. Aki viszont önhibáján kívül szorul segítségre és rászorul, az kapjon több támogatást, amiből tisztességesen meg is élhet. Ha a szociális ellátórendszer nem tesszük igazságossá, és mi politikusok rövid időn belül erről nem alkotunk törvényt, akkor a szélsőségesek ki fogják használni a felszín alatti előítéleteket és feszültségeket, mert jogos feszültségekkel kell szembenéznünk. Az MDF a szélsőségekkel szembeni politikájában ugyanazt vallja, mint az elmúlt 20 évben. Ugyanazt vallja, mint a francia, az angol, a spanyol vagy a német konzervatívok, kategórikusan elutasítunk minden együttműködési formát velük. Világos legyen minden honfitársunk számára. Nálunk nincs közösködés, sem nyíltan, sem sunyi módon a provokátor szélsőségekkel. Tisztelt kongresszus, egy átgondolt adóreform, a Nemzeti Adószabadság programja és a szociális ellátórendszer átalakítása sem elég önmagában, a sikeres nemzet mindaddig csak ábrán marad, amíg nem lépünk föl határozottabban a jelenleg minden behálózó hazai korrupcióval szemben. Kenőpénzek, baráti juttatások, személyigazolványba csúsztatott bankjegyek, a korrupció a hétköznapi vesztegetéstől a legnagyobb mafia ügyekig minden szinten jelentkezik. A tények önmagukért beszélnek. A Gallup 101 országra kiterjedő vizsgálatot tett, a korrupció skálán Magyarország 84 pontot ért el, és ezzel a 78. helyre kerültünk. Kirgizisztán mellé, barátai, még egyszer mondom, Kirgizisztán mellett állunk. De ha ez nem elég, akkor itt a Transparency International legújabb felmérése, amely azt mondja, hogy 8 helyet estünk vissza egy év alatt korrupciós listán. A többi párt úgy kerülgeti, barátaim, a korrupció elleni küzdelem kényes témáját, mint macska a forrókását. Pedig ezzel az álszemérmességgel legfeljebb saját lelkiismeretüket juttathatják, hiszen a gazdasági döntéshozók, a piaci szereplők vagy a választók világosan látják, mi folyik ebben az országban. Ma már a gazdasági élet szereplői nem arról panaszkodnak, hogy 40-50%-ban, hanem arról, hogy szinte 100%-ban befolyásolja üzleti tevékenységüket az, hogy korrupcióra készen kellene állniuk. Nos, meg kell alkotnunk, barátaim, Európa legszigorúbb és legátláthatóbb párt és kampányfinanszírozási szabályát, mert fejétől bűzlik a hal. Mert mindig adódik a parlamentben egy párt, amelyik utolsó percben fölrúgja a megállapodást, és nincs előterjesztés, amelyet el lehessen fogadni. A Magyar Demokrata Fórum képviselőiként szomorúan ültünk az Amerikai Kereskedelmi Kamara és a hazánkban itt lévő külföldi kamaráknak az együttes ülésén minap. Ők maguk is azt látják, hogy a korrupció elleni küzdelem az egyik alapvető lépése annak, hogy Magyarországon változás legyen. De addig nincs Magyarországon korrupció elleni küzdelem, barátaim, amíg az országgyűlés magára nézve nem mutat példát.
Ezért mi újból benyújtjuk azt a javaslatot, sőt már be is nyújtottuk, amelyik az utolsó, majdnem egy évig folytatott tárgyalások, aláírás előtti pillanatban történő felmondásakor volt előttünk. Barátaim, én is azt hiszem, nem lesz Magyarországon változás, megkockáztatom, nincs is morális alapja a Magyarországgyűlésnek arra, hogy másokra nézve szigorítsa a szabályokat mindaddig, amíg magára nézve nem volt egy tisztességes, átlátható párt és kampányfinanszírozási